Köszöntöm rá a közi televízió nézőit! Elballagtak a kapuvári Felsőbüki Nagypál Gimnázium végzős diákjai. A hagyományoknak megfelelően Hámri György polgármester fogadta a felsőbbükű végzőseit a kapuvári hivatal előtt. Tisztelt szülők, kedves tanárok, kedves ballagó diákok! Eljött a várva várt nap. Mit régóta vártuk, ugye 8 és 4 éve, de hadd mondjam el, hogy ez a nap egy fordulópont is, mert ebből a várva várt napból, majd ahogyan az idő telik, egy olyan szakasznak a lezárása lesz, amit meg majd visszakívántok. Higgyétek el nekem, mint régi kapuvári gimnázium diákjának, hogy életeteknek egyik legszebb időszakát zárjátok most. Nagyon sokféle szempontból. Egyszer átléptek egy kaput, amit úgy hívunk, hogy a felnőttkor kapuja, és bezárul mögöttetek a gondtalan gyermekkornak a kapuja. Higgyétek el, soha többet az életetekben nem lesz olyan időszak, hogy saját magatokon kívül érdekel valakit, hogy mi történik veletek. Nem lesz többet az, hogy megírtad a leckét? Biztos, hogy fölkészültél? Na jó van, máma nem sikerült annyira, ma javíthatsz. Na ennek itt vége. Mindenért meg kell küzdenetek, meg kell harcolnotok saját magatoknak. Kikerültök a legtöbben a család melegéből is, már csak vendégként lesztek otthon, úgyhogy ilyen szempontból is az életbe helyt kell állnatok. Azt mondtam, hogy kitárul egy újabb kapu, hiszen minden vég valaminek a kezdete is, minden ajtó, amikor becsukódik, egyszerre kinyílik egy másik ajtó is. Előttetek a felnőttkor ajtaja fog kinyílni, habár igaz, mostani időben azért elég jól kaptok a felnőttkor gyönyörű világából, ami azért jóval keményebb, mint a gimnáziumi élet. Ugye különösen az oktatás az, ami rendkívül most preferált téma. És nagyon sokszor halljátok, hogy az oktatást meg kell reformálni, mert ugye a tanulást könnyebbé kell tenni. Na ezt ne higgyétek el. Ha valamit, akkor a tanulást nem lehet könnyebbé tenni, és az az a téma, amiért mindig saját magatoknak kell megküzdeni. A tudást azt nem adják ingyen. Ezt nagyon sokszor hallottátok már biztos ezt a frázist. De ez így van. Saját magatoknak kell megszerezni azt a tudást, amivel majd érvényesülni tudtok. Én egy tanácsot szeretnék nektek adni, és évek óta ezt a tanácsot mindig adom, aztán amikor két vagy három nap múlva találkozom a diákeim, most kérdezem tőlük, hogy megcsináltátok-e. Jaj, Gyuri bácsi, elfelejtettük. Na, a tanácsom pedig az, hogy van egy varázsszó. Ez a varázsszó nagyon gyönyörűen kifejez mindent. Ez csak egy szó. És hogy ne forduljon el veletek elő az, amit én az előbb mondtam, most arra kérlek benneteket, hogy ezt a varázsszót együtt mondjuk ki, jó? Ezt a varázsszót mondjuk a tanárainknak, anyunak, apunak, nagymamának, meg a nagypapának. Tudjátok, mi ez a szó? Köszönöm. Jó? Én vezénylek, és együtt mondjuk, jó? Egy, kettő, jó hangosan? Három. Köszönöm! Köszönöm szépen, és jó utat nektek! Thank you.
Az ünnepség a Rábaközi Művelődési Központban folytatódott. Mikor még iskolát kerültem, megfontolt, ravaszterv szerint. Hogy most az iskolák előtt nyüst, szorgalmas ifjak nagy hada, eszembe jut, hogy ottan én is, csak nyüzsögtem valaha. A beiratás pillanata mi fontos volt, mi izgató, és jobban imponált a szolga, mint tanár és igazgató. A tudományt hogyan szomjaztam? Leírni azt nem tudjatól, hiszen a kettős aorisztos ma is a fejemben szakatol. Nem tudtam akkor, mi a csók még, s hogy fű, fa, ág miről susog. Azt tudtam csak, mi fennteremnek a súlyos logaritmusok. Az odondászok kirakatát nem nézem át tankönyvekért, melyekről későn derült ki, hogy tartalmuk garas sem ér. A szabadkézi rajznak immár rajongó híve nem vagyok, s dolgozataim külalakja a tisztaságtól sem ragyog. S ha kaphatnék osztályzatot magaviseletből, mi is szomorú, az a fok nem példás volna, de kevésbé szabályszerű. Mégis az utcán áldogálva, ha látom a diákokat, a szeptemberi napsugárban szívemből nagy sóhaj fakad. Oly szép idő volt a diákkor, s többé nem tér vissza soha már. Legfeljebb egyszer a fiammal, ha majd az iskolába jár. Thank you.
tőled. A legnagyobb csoda, amit kaphattál, élni, titkos ösvényekre térni, bátornak lenni, kicsit félni, mosolyogni, néha sírni. Menni az úton, mit adott a sors, mely néha gyönyörű, néha torz. Élvényezöm, emlékek, vágyak, tűnő remények, tiszta szívek barátsága, persznyi évek boldogsága, szerelem és harc, száz és ezer arc. Elhagyott az út, amin jársz, de menned kell, mert így lehetsz csak ember. Menj csak tovább, valahol rád várnak. Tárd ki hát szíved a végtelen határnak. Emlékszem, hogy amikor legelőször találkoztunk, és meséltem nektek, hogy ez fiatalságotok legszebb évei, használjátok ki okosan ezeket, és ne várjátok a középiskola végét, hát ti akkor mondjuk úgy furcsán néztetek rám, és egyben hitetlenkedve, de most már tudom, hogy értitek, miről beszéltem, és miért mondtam azt, hogy lesz idő még, amikor eszetekbe fogok jutni. Én úgy látom, hogy amíg itt voltatok a gimnáziumban, szerettétek az iskolátokat, szerettétek a gimnáziumot, és szerettétek a tanáraitokat is. Németh Lászlót idézve, a tanári pálya legönzetlenebb a világon. Mert az, hogy egy tanár mit csinál, hány mikronnyival emelte meg nemzete műveltségét, ellenőrizni nem lehet. Én és tanár kollégáim boldogak leszünk, ha magatokkal viszitek a tanulás és a tudás tiszteletét és méltóságát, és képesek lesztek megérteni az Alma Mater üzenetét.
Egy út végére érkeztünk ezzel az ünnepséggel, a ballagásra. Ez nekünk is, nektek is egy ünnepnap, kedves ballagó diákok, immár volt, de még nem végzett 12-esek. Ezen a napon búcsúztok iskolátoktól, tanáraitoktól, egymástól és a volt diáktársaitoktól. Velük voltatok itt, velük éltetek, tanultatok és dolgoztatok együtt 4, illetve 8 éven keresztül. A búcsúzás megható pillanatai ezek. Felemelő, ünnepélyes alkalom tanúiként részesek vagyunk itt mi is jelen. Szülők, rokonok, barátok, tanárok, ismerősök, mindazok, akiket meghívtatok erre az alkalomra, és akik valamilyen módon hozzátok is tartoznak, és akik számára fontos az, hogy ti boldogok legyetek. Kedves ballagó lányok és fiúk! Kedves 12. A és 12. B osztályos tanulók! Mint minden évben most is megállapítom, hogy nagyon szép és csinos kisasszonyok vagytok, és elegáns fiatalurak is, ezért is megérdemeltek egy nagy tapsot. Megjegyzem, hogy ebben a két osztályban nagyon szép tanulmányi eredmények születtek, amelyekből a teljességigénye nélkül egy párat felsorolnék. A két osztályban, tehát az A és a B osztályban az emelt szintű érettségi vizsgák száma 13 és 15, tehát az A és a B osztályokban, azaz összesen 28. Előrehozott érettségi vizsgák száma 21 és 22, összesen 43. Nyelvvizsgák száma 17 és 18, összesen 35, amelyből van több felsőfokú nyelvvizsga is. Mindezek mellett számos tanulmányi és sportversenyen, vagy éppen az országos haditorna döntőjében elért eredmény is dicséri munkájukat. Ezek az eredmények szinte biztosan garantálják azt, hogy a tanulóink bekerülnek az általuk kiválasztott felsőfokú oktatási intézményekbe, főiskolákra vagy egyetemekre. Kedves ballagók, igen tisztelt tanulói ifjúság! A múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek még urai vagyunk, mondta gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, aki, mint ti ma, egyszer maga is nekivágott a jövőnek. Vagy egy angol közéleti személyiség mondta, ne féljünk nagyot lépni, ha ez tűnik szükségesnek, hiszen két kis ugrással nem jutunk át a szakadékon. Vágjatok hát ti is neki bátran. De a jövőnek hétfőn lépjetek egy nagyot, lehet, hogy nagyot is kell ugrani, hogy sikerüljön leküzdeni az első akadályt, ami előttetek áll, mégpedig az, hogy sikeres írásbeli és szóbeli, középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgát tegyetek. De addig is ezzel a ballagási ünnepséggel búcsúznotok kell a második otthonotoktól, a gimnáziumtól. Vigyétek magatokkal, őrizzétek meg, és adjátok tovább azt az örökséget, amit itt kaptatok. Ugyanakkor tudnotok te azt is, hogy az emléketek mindig itt marad, ti már mindig ide is tartoztok, ide mindig visszajöhettek, és akkor számot tudtok majd adni a sikerekről, a kudarcokról és az egész életetek alakulására. Végezetül egy kérdéssel fordulok hozzátok. Kérlek, hogy köszönjétek meg a családotoknak, a nagyszülőknek, a szülőknek, a jó barátoknak a kitartásukat, a segítségüket és a biztatásukat, amint mellettetek álltak. Ugyanakkor köszönjétek meg tanáraitoknak is a türelmüket és a jó szándékukat, hiszen mindegyik hivatásának tekintette a tanításotokat, segítségükkel értétek el ezt a szép eredményt, hogy itt álltok az érettségi kapuja előtt. Megragadom az alkalmat, hogy a sikeres írásbeli és szóbeli érettségi vizsgákhoz kívánjak mindenkinek kitartást, sok szerencsét és jó egészséget!
Én a következő Arany János idézettel búcsúzom tőletek, amelyet a Domokos Napra című versében írt, és amely a 12. A-osztály tábláját díszítette mai nap folyamán. Nemes önbizalom, de ne az önhitség. Rugói lelked nagy célra feszítsék, legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Köszönöm. A ballagó beszéd megírása egy cseppet sem különbözik a tavaly megírt búcsúztató beszédemétől. Sajnos ez egyáltalán nem igaz. Nem szerettem volna sablonos szöveggel kezdeni a búcsúzást, de rájöttem, hogy nem véletlenül kezdődik minden ilyesfajta szöveg úgy, hogy hihetetlen, de ez a nap is elérkezett. Mert valóban, felfoghatatlan, hogy tavaly még mi díszítettünk, serénykedtünk és izgultunk, hogy minden rendben menjen, s idén már mi itt állunk, és búcsúznunk kell. El kell hagynunk a helyet, amit második otthonunknak hívunk, és el kell búcsúznunk a második családunktól is.
Úgy gondolom, bátran kijelenthetem, hogy osztálytársaim, tanáraim és az egész iskolai közösség a második családom. Nem csak azért, mert rengeteg időt töltöttünk együtt, hanem azért is, mert rengeteg élmény köt össze minket. Szívesen elevenítenék fel pár ilyen emléket, azonban félő, hogy igazgató úr a ballagás után felkeresne minket és kártérítést követelne. Először is szeretnék köszönetet mondani a 11-es évfolyamnak. Remek szalagavatónk volt, csodás a díszítésünk, és köszönjük a sok munkátokat. Tudjuk, hogy nem volt könnyű dolgotok. Az egész osztály nevében szeretném megköszönni tanárainknak a kitartó munkát, a figyelmet és a szeretetet. Bár néha rettenetesen viselkedtünk, ők mégis mindig mellettünk álltak, és segítettek nekünk elsajátítani a tudást, ami valljuk be, nem ment zökkenőmentesen. Sosem fogom elfeledni a péntek 7. órai angolokat, amikor már az óra elején kérdezgettük, hogy nem mehetnénk-e el előbb, vagy a csütörtök reggeli álmatagtesi órákat. Külön szeretnénk megköszönni Éva néninek, aki nem csak a matek tanárnőnk, hanem a lelki támaszunk is volt, hiszen gyakran használtuk ki a dupla matekokat arra, hogy elpanaszoljuk neki az élet nagy gondjait, mint például, hogy mi annyira szerettünk volna matekházit írni, de sajnos arra már tényleg nem volt kapacitásunk. Tanárnő, köszönjük, hogy felkészített minket a ballagásra énekhangilag és lelkileg, valamint, hogy ilyen remek műsort állított össze. És itt szeretném megköszönni az énekkar csodás munkáját is. Szintén sok-sok köszönettel tartozunk az osztályfőnökeinknek. Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy két osztályfőnökünk is volt, akiknek ráadásul mi 37-en voltunk az első gyermekeik. Sajnos ebből mára már csak 26-an maradtunk. Kezdetben Anikó néni fogta kezünket, majd 7. osztálytól István bácsi egyengedte rögös utunkat. Hétvégénket is színesítette a várható számonkérésekről szóló e-mailekkel, így bármikor elmondhatta, hogy hölgyek urak, ez nem ma lett feladva. Sosem feledjük a családi péntekeket, amikor 4x45 percen keresztül mesélt nekünk Négyesi László szemináriumáról, vagy a Madalány jelenet rejtelmeiről. Az osztálykirándulásokat is életünk végéig emlegetni fogjuk. Vegyük például az egri éjszakai gőzgombócozást, vagy a porva cseszneki reggeli tornát. Köszönjük, hogy mellettünk állt, és fordulhattunk önhöz bármilyen problémával. Beszédem végén szeretnék osztálytársaimhoz is pár szót szólni. Ne aggódjatok, ehhez már nem fogok új lapot kérni. Nehéz lenne a 8 közös évünket egy-két szóval összefoglalni. Mindig emlékezni fogok az első napra, amikor kisdiánként beléptem a terembe, és 36 velem egyidős gyermekarc nézett vissza rám. Azóta rengeteg dolog történt velünk. Volt, hogy összevesztünk azon, hogy fogászatról mikor és hogyan menjünk vissza a suliba. De mindenkit megnyugtatok, mi mindig egyszerre visszaindultunk szeretett iskolánkba, nehogy lemaradjunk valamilyen dolgozatról. Volt olyan is, hogy nem tudtunk egymáshoz kedvesen szólni, de ezeken mindig túlléptünk, és nyugodt szívvel mondhatom azt, hogy már nincs köztünk ellentét. Nehéz időkben ott álltunk egymás mellett, és támogattuk egymást. Egy emberként drukkoltunk a nyelvvizsgázóknak, azoknak, akik valamilyen versenyen voltak, és azoknak is, akik valamilyen fontos dolog előtt álltak. Ha valakivel valami rossz történt, az egész osztály mellett állt. De rengeteg vicces történet is összeköt minket, melyek közül néhányat nem merek megemlíteni, mert István bácsi nagyon mérges lesz. Azonban engedjétek meg, hogy felidézzem Roli és a Mécses kapcsolatát. Vagy hogy miért volt a szemem alatt egy hónapig egy hatalmas lila folt. Osztályunk előszeretettel kísérletezett azzal, hogy vajon hányszor lehet feldobni a cipőt, hogy leverjük a lámpát, valamint azzal, hogy hányszor lehet eljátszani, hogy igazából nem is volt semmi a házi feladva. Itt volna az ideje annak, hogy véget érjen a beszédem, és átadhassam a szót Tündinek. De bevallom, nagyon nehéz, hisz úgy érzem, hogy ha kimondom az utolsó szót, valóban vége lesz, és tényleg elballagunk. Drága osztályom, ígérjétek meg, hogy sosem felejtjük egymást és az iskolát, hisz ez az a hely, ahol barátságok és szerelmek szövődtek, és ahol 8 évig éltük az életünket.
Bár tudom, hogy még az érettségik és egyéb dolgok miatt nagyon sokat fogunk találkozni, de nekem már most hiányzik az együtt töltött idő. Szavaimat egy Whitman idézettel szeretném zárni. A múlt és a jelen tünedezik. Megtöltöttem, kiürítettem őket. És tovább megyek, hogy a jövő legközelebb iredőjét megtöltsem. 12. B-osztály nevében szeretettel köszöntöm én is a ballagás résztvevőit. Engedjék meg, hogy elsőként szüleinkhez forduljak, akik, bár nem vagyok gondolatolvasó, nagyon valószínűnek tartom, most arra gondolnak, milyen gyorsan felnőttünk. Azt hiszem, ezt mi is alig akarjuk elhinni. És talán az még nem is tudatosult bennünk, hogy nem csak a gimnáziumi évektől, tanároktól és barátoktól, hanem egy kicsit az otthoniaktól is elköszönünk. Búcsúzni pedig soha nem könnyű. Közülünk nem mindenki fog egy messzi városba költözni és kirepülni hazulról, de bizonyos szempontból mindannyian elszakadunk egy kicsit otthonról. Drága szüleink! Az elmúlt években valószínűleg ti hallgattátok meg a legtöbb vicces történetet arról, mi történt aznap, a leghosszadalmasabban az áradatokat, mennyit kell tanulni másnapra, vagy arra vonatkozólag, hogy már megint minket feletettek. Köszönjük, hogy soha nem fukarkodtatok a dicséretekkel, biztatásokkal, és olykor, mikor úgy hozta a helyzet, a dorgálással sem. Nem győzünk eléggé hálásak lenni különböző apróságokért sem, mint például egy-egy hosszabb nap esetén a kis túlélő csomag biztosítása, vagy a nulladik órákra történő fuvarok bevállalása. Ezekért a dolgokért talán nem is mindig mondunk köszönetet, vagy nem mutattuk ki, de reméljük, tudjátok, nagyon szeretünk benneteket. Buddha azt mondta, a baj az, hogy azt hiszed, van időd. Az utóbbi két hétben végig ez a mondat visszhangzott a fejemben. Azt hittem, hogy még van időm. Idő arra, hogy újra nekiálljak átnézni a négy törükönyvet, hogy jobban elmélyedjek a trigonometriában, vagy fejembe verjem végre Adi új verseit. Hogy megírjam ezt a beszédet, és legfőképp, hogy elbúcsúzzak. De hát hol is kezdhetném? Hogy tudnám szavakba foglalni a hátam mögött ülők érzéseit? Hiszen ahányan vagyunk, mind másképp éljük meg ezt a pillanatot. Más érzések kavarognak bennünk, mert hát valószínűleg ők nem érzik most azt, hogy a szívük egészen a torkukban dobog. Szóval arra jutottam, a többieké helyett megpróbálom a saját csapongó gondolataimat szavakba önteni. Kedves 12. B-osztály! Legtöbben csupán 4 éve ismerjük egymást, de bátran állíthatom, hogy ezen idő alatt mi már éltünk át hideget-meleget egyaránt. És ezt szó szerint is vehetjük, hiszen elég egy -fokokat elérő januári napra, mikor kabátban üldögéltünk az osztályteremben, és egy vitnyéden a tóparton töltött délutára gondolnunk. Szeretnék most pár perc erejéig az emlékezetes és tartalmas 4 évből felidézni pár momentumot. Az utóbbi 4 évben Sibősz tanár úr hajlamos volt első osztályprogramként a tornacsarnok udvarán sütött isteni lángosokra hivatkozni, de benne még élénken él az első szalonnázásunk, a szeptember elsei hétfőt megelőző péntek, az a nap, mikor még alig ha voltunk egy osztály, és osztályfőnökünknek legalább 3-szor kellett felszólítani bennünket a tűzrakásra. Hogy később minden osztályprogramkor a fiúk voltak a büdösök, amiért nem segítettek a lányoknak. Aztán a meglepő fordulat, mikor egy alkalommal fény derült arra, hogy kenyérszelésben bizony ügyesebbek nálunk. Ha már az ügyeskedésről beszéltünk, nem mehetünk el az ügyetleneink mellett sem, akik különböző harci sérüléseket szenvedtek testnevelés óra közben, de volt olyan, aki felmentettként is. Nem lehetne nem megemlíteni legemlékezetesebb kiruccanásainkat és osztályprogramokat, de az az igazság, nehéz lenne mindre visszaemlékezni. Bármennyire is úgy tűhet, azért időnk nagy részét a gimnáziumban töltöttük. Osztályterminket a 4 év alatt egész otthonossá varázsoltuk. Ennek megfelelően legtöbbször egy katasztrófa sújtott övezethez hasonlított, de jól megfért benne egérkénk mellett néhány napig egy talicska, labdák egész hada, és pár hónapig még egy fekete szoknya is. 4 évet töltöttünk itt, és ahhoz, hogy kellőképp jellemezhessem, milyenek voltak a gimnáziumi évek, Karinti Frigyes szavait kölcsönözném. A középiskolai tanuló élete
éveken át napról napra megújuló harcba szállás, halálos veszedelem. Minden reggel pontban 8-kor a véletlenek, ravasz kelepcék és elhatározó események hullámzó harcterére kiront, sebeket kap, sebeket oszt, néha elvérzik. Másnap újra feltámad, kezdi előről. Bizony voltak sebek, és voltak kemény harcok is, de eljutottunk idáig, ballagunk. Az elmúlt napokban végig egyetlen szó csengett a fülemben. Vége. Többet nem hangzanak el olyan mondatok, hogy volt angolból házi? Melyik teremben leszünk? És az hol van? Akármennyire is elcsépeltnek hangzik, pedig Tomival megbeszéltük, hogy ilyeneket nem mondunk. Lezárult egy korszak, és már nem igen van visszaút. Aztán rájöttem, hogy ez nem teljesen így van. Ugyanis még nincs vége semminek, mert csak most kezdődik. Igaz, itt hagyom magunkból egy darabot, de hiszek abban, hogy ma délután több és jobb emberként léptünk ki a gimnázium kapuján. Valaki egyszer azt mondta nekünk, merjünk nagyot álmodni. És mi próbálkoztunk is 4 éven át megfogadni ezt a tanácsot. És talán most, mikor kicsit nosztalgiázunk az iskolához kötődő emlékeinken, vagy nem akarunk belegondolni az elkövetkezendő időszak megpróbáltatásaiba, felmerül bennünk, vajon nem álmodtunk túl nagyot? Én hiszem, hogy nem. Bízom abban, hogy sikerül elérnünk a céljainkat, és amikor legközelebb találkozunk a bankett után, legyen az 1 hónap, fél év, vagy majd csak az 1. 5 éves osztálytalálkozó, erről büszkén be is számolhatunk egymásnak. Köszönöm nektek a bizalmat ehhez a beszédhez, a sok nevetést, az emlékeinket, és nem utolsó sorban ezt a 4 évet. Sajnálom, de még mindig lenne mondani valóm. Egy embertől még illene elbúcsúznom, az osztályfőnökömtől. Tanár úr, ön már akkor igyekezett minket összekovácsolni, mikor még nem is voltunk egy osztály. Satoként próbált összefogni 30 embert, nevetett bolondságainkon, és mérgelődött, ha eltoltunk valamit. Nem akart, és mégis az óbácsink lett végül. Hiányozni fog, hogy többet nem csapja be maga után az ajtót, hogy nem lesz szerencsénk látni a villogó szemeit, és még az is, hogy folyton a gyűrűkulát emlegeti. Úgyhogy én is annak írójának gondolataival zárnám soraimat. Indul a küszöbről az út. Ha nem vigyázok, elszelel. Felkötöm én is a sarút. Gyerünk utána, menni kell. Utak találkozása vár, futok, a lábam bizsereg. Csak ott lehetnék végre már. Aztán hová? Ki mondja meg? Hiszen el kell mennünk innen, hova oly sok emlék fűz, de
Majár is rendeztek Kapuváron. Hám György polgármester megnyitó beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a majális megszervezésében. A továbbiakban még szeretnék köszönetet mondani a művelődési ház dolgozóinak, hiszen ez nem köztudott, de szeretném, ha mindenki tudna róla, hogy ez jelen pillanatban önkormányzat önálló rendezvénye, és a végrehajtást a művelődési ház dolgozói kapták meg. Nagyon keményen dolgoztak az elmúlt napokban, hogy ma itt mindenki jól érezze magát. Reméljük, hogy a nap további során esőt nem kapunk, bízzunk benne, és holnap majd azt mondhatjuk el, hogy valóban szépen tudtuk ünnepelni a munka ünnepét. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, érezze magát mindenki itt, otthon, Kapuváron. A Tűzoltó Egyesületnek köszönöm a bevonulást és a jelentést, és kérem, hogy a feladat végzési helyre vonuljanak el. A rendezvényen bemutatót tartottak a Kapuvárgartai önkéntes tűzoltók. A mai rendezvény lebonyítást annyit szeretnék elmondani a szakmai oldaláról. Amit bemutattunk, ez egy 800-as motorfecskendő gyakorlat. Ennek az a lényege, hogy egy 800 liter percenkénti szállítású motorral, ami jelen pillanatban egy 1968-as gyártású polonéz, ezzel felvesszük a vizet egy 3 köbméteres tartályból, egy összeszerelt szívóoldallal, ezt a vizet továbbítjuk a nyomoldal felé, ahol 5 tömlőpáron keresztül juttassuk el a sugárcsőre a vizet, ez meg van felezve, mert kettő-ketté válik az osztónál a tömlőpár, ott kettő megy tovább, és ennek a feladat befejezte az a feladatnak az a lényege, hogy a végén egy ilyen sugár víznyelő rendszer van, amiben kb. 30 liter vizet kellünk bepermetezni minél rövidebb idő alatt, és a gyakorlatnak ott van vége, amikor ezt a vizet, ezt a 20 literes tartályt feltöltjük. Ez körülbelül általában olyan 60-70-78 másodpercet vesz igénybe. Tehát a gyakorlatnak a lényege minél előbb végrehajtani ezt a dolgot. Na most ugye ez komoly szakmai kívás is jelent, ugye a raj maga az 7 főből áll, ebből egy motorkezelő, és az a 7 főt kell, mindenkinek 7 fője van, tehát ilyen szakmai versenyeknek a lebonyításánál 7 fő van rendelkezésre arra, hogy azt a gyakorlatot végrehajtsa. Itt most aztán különféle eltérő dolgok vannak, valaki a szívoldalt így rakja össze, valaki úgy rakja össze, tehát az ember létszám az adott, a motortípus adott, a tömlők adottak, a feladat adott, a lebonyításában van eltérés, tehát minden egyesület, minden raj másképpen hajtja végre ezt a gyakorlatot. Szűcs Imre az egyesület elnöke elmondta, a bemutató célja volt, hogy megismertessék a tűzoltással kapcsolatos munkafolyamatokat. A mai majálist Szent Flórián tiszteletére rendeztük. Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, és minden évben programot tartunk. A várossal közösen rendeztük ezt a rendezvényt. Mi a Gartai Tűzoltó Egyesület rajával fölvonultunk, és egy bemutatót tartottunk a város aprajának nagyjának. A célunk ezzel az volt, hogy széles körbe ismertessük a tűzvédelmet, illetve a tűzoltással kapcsolatos dolgokat, főleg a gyerekeket szerettük volna bevonni ezekbe a dolgokba. A mai rendezvényünk ezzel nem szűnik meg, ugyanis május 15-én a Szent Sebestyén templomban minden évben megrendezésre kerül a Gartai Tűzoltó Egyesület által rendezett szentmise, amelyen az elhunyt és az élő tűzoltókért ajánljuk föl a szentmisét. Ott szintén az egység együtt üli meg ezt a napot. A nap folyamán kulturális műsorok, táncbemutatók várták az érdeklődőket. Részleteket láthatnak a szabadtéri színpadon lezajlott műsorból.
Mai műsorunkban beszélgetést láthatnak Boros Imrénével. A Királyt óvoda és bölcsőde vezetőjét újabb 5 évre bízta meg Kapuvár képviselőtestülete. Nagy intézmény vagyunk, 100 főt foglalkoztatunk, van óvodánk, alapfeladatunk az óvodai nevelés, közfeladatunk a bölcsődei gondozás biztosítása, ezen kívül az iskola működtetés üzemeltetési feladatokat is mi kaptuk meg itt Kapuváron az általános iskoláknál. Aztán karbantartói feladatokat is ellátunk, és Kapuváron a gyerekétkeztetést is mi biztosítjuk. Hány intézmény ez, hiszen nem csak az iskola, itt van még a zeneiskola is, ha jól tudom. Igen, annak a működtetése is, csak működtetési, üzemeltetési feladatok.
Óvodai feladatellátási helyünk Kapuváron 4 van, 3 községi óvi tartozik még hozzánk, a Baboti Osli és a Veszkényi tagovink. A bölcsödénk van, 3 csoporttal működik, és azon kívül a Széchenyi, Gartai iskola, a zenei iskola, pácai iskola, gimnázium, sportcsarnok üzemeltetési feladatait is látjuk el. És hogyan lehet ezt a munkát megosztani, hiszen az óvoda és a bölcsöde irányítása az is egy komoly feladat, nagyon sokan járnak ide, ugye a gyerekek, illetve hát sok dolgozóval tevékenykednek, de hát a karbantartás, illetve a működtetési feladatok az egyéb intézményeknél is sok energiát. Elsősorban azt hiszem, hogy jó munkatársakkal lehet ezt megosztani, illetve elvégezni. A feladatok megosztásánál tulajdonképpen a legnagyobb segítségemre az üzemeltetési, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatban a gazdasági vezetőm az, akire mindig számíthatok. És kicsoda? A Dukai Márti, és tulajdonképpen az üzemeltetési feladatok napi koordinálása az ő munkáját dicséri, hogy ilyen zavartalanul működnek az iskoláink. És ez a napi szinten hogy működik? Tehát önhöz bejönnek a különböző információk, és ezt egymással megosztják, hogy ennek hogy megy a technikai gyakorlati része? Az idei évben próbálkozunk azzal, hogy egy központi rendszeren keresztül történő jelzéssel éljenek az iskolák, mert a Márti veszi a telefonokat, Dukai Márti, és tulajdonképpen a napi feladata sokszor a telefonálás, egyeztetés és mi egymás volt. Így azonban a Kimera rendszeren keresztül jelzik a problémákat az iskolák is, az önkormányzati épületek karbantartási feladatainak a jelzését is itt kapjuk, és akkor így havi értekezleteken a karbantartóknak koordináljuk a munkáját. Bevezettük az intézményekbe a karbantartási naplót, ahol az ott dolgozók folyamatosan vezetik a javítandó, nem balesetveszélyes dolgokat, és akkor azokat felosszuk, próbálkozunk jól működtetni. Ön elsősorban olyan szakember, aki ugye óvoda pedagógiával foglalkozik, hát akkor ebben az elkövetkezendő 5 évben mi változhat a Királyt óvoda és bölcsödében, vagy minden marad az elmúlt időszak tapasztalatai alapján? Azt szeretném, ha maradna az a légkör, és az a fejlesztő munka, ami az elmúlt 5 évet jellemezte. Természetesen ebben benne van a továbbfejlesztés, továbbfejlődés igénye is, de úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokon állunk. Mindenféleképpen azért nehéz erről beszélnem, mert terveink vannak és álmaink. A tervek közé tartozik még mindenféleképpen az, hogy nagyon sok kollégám szeretne élni a 40 éves nyugdíjazás lehetőségével, és így tulajdonképpen az utánpótlást kell kinevelnünk a nevelőközösségünkbe, hiszen az a módszertani kultúra és szakmai nyelvezet, ami most jellemzi a nevelőtestületünket, jó lenne, ha ez így folytatódna. Aztán álmaink közt szerepel az óvodák belső tereinek a megújítása. Nagyon-nagyon szeretném, ha az udvari játékaink is több lenne belőle, jobb lenne belőle, bár az előírásoknak megfelelés az igényeket kielégíti, de miért ne vágyjunk többre, jobbra. Ön említette, hogy kollégák közül többen is fognak élni azzal, hogy 40 év munka elteltével szeretnének nyugdíjba menni. Az utánpótlás az megvan? Tehát van óvónő Kapuváron, vagy lesz óvónő Kapuváron? Én úgy gondolom, én nagyon reménykedem benne, hogy lesz, hiszen nagyon sokan nálunk töltötték a szakmai gyakorlatukat, az elmúlt időszakban is vannak olyan szakmai kapcsolataink, hogy van, aki szeretne visszajönni hozzánk, örömmel fogadjuk, és remélem, hogy lehetőség is lesz rá. Az akkor lesz, hogyha tényleg a gyerek létszámunk is megfelelő lesz, és jó lesz, de nagyon biztatóak az adataink a jövő évre nézve. Beiratás már megvolt az óvodákban? Megvolt az óvodai beiratás is, meg volt az iskolai beiratás is, ugye az is érint bennünket, hogy hány kisgyerekünk megy ki. Idejében per pillanat olyan érdekes számunk van, hogy 110 kisgyerek megy ki iskolába, és 110 kisgyerek érkezik hozzánk szeptemberbe. De hát még a nyári időszak előttünk van, tehát itt még létszámváltozás azért előfordulhat. Ugye az elmúlt időszakban több óvodát is sikerült felújítani, és most a legutolsó testületülése lehetett arról hallani, hogy a házhelyi óvoda is sorra fog kerülni. Igen, most már csak a házhelyi óvodánk maradt
ki a felújítási munkákból. Azért is nagy öröm a házhelyi óvoda, mert ott reményeink szerint még egy tornaszoba is kialakításra kerül, és az mindenféleképpen, az is inkább a vágyaink, álmaink közt szerepel, de talán realizálódni fog. Ugye a világunk nagyon gyorsan változik, az óvodai nevelés az elkövetkezendő 5 évben fog-e változni? Új módszereket vezetnek-e, beterveznek-e, vagy a megszokott rendszerint fogják a gyerekeket nevelni, hogy iskola érettek legyenek, és ugye részt tudjanak venni az iskolai munkában? Nagyon jól működő rendszerünk van, kialakítottuk a gyerekek fejlődésének a nyomon követését, most vettünk részt óvodapedagógusok megújító továbbképzésén, ami azért a mindennapi munkánkba is megjelenik és beépül. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen előremutató és jó dolog. Változások biztos, hogy lesznek, már ha csak azt veszem alapul, hogy a törvényi környezet is változhat. Úgy gondolom, hogy elindul nálunk is most már élesbe a tanfelügyelet, folytatódnak a pedagógus minősítések, állunk elébe a feladatoknak. Köszönöm, és munkája, sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. A Vátító fejlesztéséről tartottak fórumot a kapuvári hivatalban. A Széchenyi István Egyetem építész hallgatói több tervet dolgoztak ki a városban található tó környezetének használhatóbbá tételére. Az érdeklődők szavazással döntötték el, melyik terv valósul meg önkormányzati forrásból augusztusban. A fórumon Hámi György polgármester elmondta, egy megállapodásnak köszönhetően kiváló együttműködés alakult ki a Széchenyi István Egyetemmel. Előjáróban hadd mondjam el, hogy ugye nagyjából azért már kommunikáltuk, hogy mi is történt itt a városban. Tehát Kapuvár város önkormányzata és a Széchenyi Egyetem kötött egy megállapodást, amelynek keretében mi teret adunk építészhallgatóknak tervezésre, munkákra, kivitelezésre, és nyilvánvalóan nagyobb volumenű projektek is folynak a városban, tervező munkák elsősorban, de az volt az alapfeltétel, illetve az volt az egy koncepció, hogy egy kisebb volumenű fejlesztést dolgok a hallgatók itt a városban meg fognak csinálni, egy alkotótábor vagy építőtábor keretében, és gyakorlatilag ezért vagyunk most itt. Köningen Szilárd építész elmondta, a közös munka szeptemberben kezdődött. Az együttműködés során az egyetem összes építész hallgatója ellátogatott Kapuvárra. Igazából ez a közös munka szeptemberben kezdődött. Akkor volt is egy bemutató, illetve több híradást is hallhattak róla. Az én Kapuvár nevezetű projekt igazából két fél év, az, amikor az egyetem összes építész hallgatója kapuvári helyszíneket kapott, illetve kapuvári helyszíneken kapják meg a lehetőséget, hogy a tantárgyaik keretében tervezhessenek. Tátrai Ádám építész felhívta a figyelmet, Bogyoszlón már egy termelői piacot is építettek. Bogyoszlói termelői piac volt az első, amit 2012-ben építettünk. 2013-ban nagy sikerrel építettük a Csitvánduki kilátót, ami egy 3 hetes szép küzdelem volt. Aztán 2014-ben Győrbe építettünk a Városi Múzeumnak a felkérésére, és tavaly nyáron építettük a Kapuvár közeli Göbösmajorba a Kisalföld Erdőgazdaságnak a felkérésére a vadászkápolnát. És akkor ebből a sorban az 5. lesz ez az idei építése. Előjáróban szeretném egy picit felvezetni a hallgatóknak a terveit. A legfontosabb, amit el szeretnék mondani, hogy a hallgatók szívvel, lélekkel vesznek részt ebben a tárgyban. Ez az elmúlt években is minden esetben egy ilyen külön vállalás volt, mert az idei év az első, amikor ez hivatalos tárgyá fejlődött az egyetemen, de még így is a saját kötelező féléves terveik mellett vállalják ezeket a plusz feladatokat. Érzik ők is azt, hogy vissza nem térő lehetőség az, hogy már az egyetem évei alatt olyan tervezési feladatban vehetnek részt, amikor, hogyha az ő tervük kerül kiválasztásra, akkor felépül egy házuk még mielőtt végzett építészek lennének, és talán ennél szebb egy építészhallgató számára nem adhat meg. A fórumon az egyetem hallgatói bemutatták terveiket. Az érdeklődők megismerhették a vízszint, a kalap, a vízland és az ösvény nevű csapat terveit. Mai műsorunkban a nyertes vízszint csapat bemutatóját láthatják.
Szeretettel üdvözlöm a jelenlévőket a Vízszint csapat nevében. Három fős a csapatunk, Német Orsolya, Benyusovics Dalma és jó magam Brandi András. És akkor vele is vágnánk a projektbe. A tervezésünket úgy indítottuk, hogy megvizsgáltuk az ember és víz kapcsolatát, ez számunkra az elejétől kezdve nagyon fontos volt. Ezt évszakokra bontva próbáltuk vizsgálni. Az első az a tavasz, amikor az emberek olyan kapcsolatba kerülhetnek a vízzel, hogy akár láblógatás, illetve vízparti sétek keretein belül, nyáron pedig sokkal szorosabb kapcsolat alakul ki ember és víz között. Ez a fürdés lehetősége, ősszel ez kicsit távolodik és télen is. Ősszel csak nézelődünk és sétálunk a vízparton, télen pedig a kocsolyázás, ami egy fő szempont volt. A koncepció fontos része, hogy nem csak egy építményt helyeznék le a tóra, hanem annak a környezetével is foglalkoznánk, amit három lépésben valósítanánk meg. Ebből az első nyáron a stégnek a megépítése, a második pedig a későbbiekben a tópartnak a rendezése utcabútorokkal és növényzetalakítással, a harmadik pedig a tóhoz kapcsolódó partnak a fejlesztése. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert a stéget minden irányból meg lehet közelíteni, ami ezeken a részeken keresztül történik. A stég megformálásakor fontos szempont volt az ember és a víz kapcsolat, amint elhangzott. Ez úgy jelenik meg nálunk, hogy eltérő szintű kapcsolatokat szerettünk volna létrehozni a stégen. Az egyik oldalt egy rámpás kialakítással, és a másik pedig egy lépcső szerkesztéséből adódóan a bejárás, akkor az ember különböző szituációkba kerül a vízfelülettel. A szerkezetét illetően cölöpökre készülne az építmény, erre kerülne egy melevítő szerkezet, amire pedig járófelületként a deszkaborítás épülne meg. Szerettünk volna egy találkozási pontot megjelölni a tavon, hogy ez egy megtartó erő legyen, illetve alkalmas legyen szabadtéri rendezvények megtartására, kisebb koncertekre, és hogy minden korosztály ezt tudja hasznosítani minden évszakban. Hogy ez egy közösség formáló ereje legyen ennek a stégnek, és mindenki élvezze és szeressen használni és utáni. Köszönjük! A kapuáriaknak végül a Vízszint csapat tervén nyerték el a tetszésüket. Mai műsorunkban beszélgetést láthatnak a csapat tagjaival. A csapatoknak az alakulásánál a tanárurak részéről egy fontos szempont volt az, hogy mindegyik évfolyamból legyen képviseltetve egy-egy ember, és mi is lényegében így kerültünk össze, hogy mindegyik évfolyamról egy-egy ember, hogy aki fiatalabb, idősebb, a tudásunkat összerakva és a kreativitásunkat előhívva alkossunk valamit. Hányad éves hallgatók vagytok? Én most végzős hallgató vagyok, az Andris harmadéves. A harmadéves, igen, tehát így. A kialakítása, a megvalósítása kapcsolatban, ez akkor hogyan és mikor fog megvalósulni? És abban milyen segítséget adtok? Hát a megvalósítás ugye nyáron, nyár végén egy építőtábor keretén belül fog megtörténni. Fontos ezt megemlítenünk, hogy most még egy komoly tervezés, úgy gondoljuk, hogy egy komoly továbbtervezés áll előttünk. Szerkezetileg is ezt még jobban végig kell gondolni, és szeretnénk figyelembe venni az itt elhangzott észrevételeket és véleményeket a szerkezettel, illetve az árnyékolással kapcsolatban is. És végig fogjátok akkor kísérni a teljes megvalósítást? Igen. És magát a kivitelezést azt ki fogja megtenni? Hát a munkafolyamatok azok megoszlanak, mert nyilván a cölöpözést a vízben, illetve a tóparton azt nem mi tudjuk elvégezni, de akár a deszkaburkolatot, illetve az erre felépülő keretszerkezetet is mi fogjuk valószínű megvalósítani. És ez lesz az első ilyen munkátok? Igen, ez az első. Tehát akkor ti is várakozással vagytok előtt, hogy milyen lesz, hogy lesz, hogy használja majd a város. Igen, erre nagyon kíváncsiak vagyunk. És a további munkákban, hiszen itt lehetett hallani, hogy ugye a Széchenyi Egyetemmel van egy megállapodása a Kapuvárnak, lehet itt még tervezni, alkotni. Igen. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk egy hét múlva is. Viszontlátásra!